Az elmúlt időszakban rengeteg kérdést és megkeresést kaptam a Pala kapcsán. Az első és leggyakrabban feltett kérdés az volt, hogy veszélyes hulladék kategóriába sorolandó-e a lebontott pala, illetve ha lebontottuk, akkor hogyan tudjuk elvitetni, milyen költsége van ennek, illetve hogy aktuális állapotában fent a tetőn érintetlen formában ártalmas-e a környezetre, vagy pedig az egészségünkre. A kérdésnek és a témának azért van létjogosultsága a mai napon, mert az aktuális ingatlanpiacon rengeteg olyan ház cserél gazdát, vagy cserélne gazdát, ami nem hagyományos cseréppel, hanem palával van fedve. A videó célja az, hogy egy picit betekintést nyerjünk abba, hogy milyen lehetőségeink vannak akkor, hogyha már palával fedett házat vásároltunk, vagy ilyenben lakunk, vagy pedig éppen vásárlás előtt állunk, és egy ilyen házat szeretnénk kifizetni. A hagyományos cseréppel szemben megkülönböztetünk sík és hullámpalát, a síkpalát mindenki ismeri, kb. 45x45 cm-es négyzet alapterületű elem, míg a hullámpala az pedig egy nagyobb táblában megvásárolható hullám profilú, mint ahogy a nevéből kiderül, pala táblát takar. Menjünk tovább a következő pontra, veszélyes-e a pala? Feltehetően van azbeszt tartalma a visszaigazolások alapján, hogyha 1950 és 90 között készítették vagy gyártották azt a palát. Az azbeszt az káros, veszélyes anyag, rákkeltő anyag, vélhetően nagy mennyiségben tényleg komoly gondokat tud okozni. Viszont azt is ki kell emelni, hogy a pala, ha a tetőn van és nincs bolygatva, nem törjük és nem megyünk annak közelében, akkor különösen rossz hatást nem tud a környezetre kifejteni. Ami azt jelenti, hogy nyugodtan élhetünk. Feltételezetten egy olyan házban, mely palatetővel lett héjalva annak idején, vélhetően jelentős befolyást a szervezetünkre nem fog gyakorolni. Viszont fontos megemlíteni a veszélyesség kapcsán a következő pontot, ami egyben a bontás, hiszen ha a bontás nem szakszerűen van elvégezve, akkor bizony rengeteg olyan káros anyagot tudunk belélegezni, ami határozottan nem tesz jót a szervezetünknek. Ennek értelemben eljutottunk a bontáspontra. A bontást azt érdemes úgy végezni, hogy nem törjük el a síkpalát. Ez három ponton van szegelve legjobb tudásom szerint. Érdemes ezeket nem letörni, ketté törni, kifeszegetni, hanem kihúzni a szegeket és úgy bontani. De hogy a bontás ne legyen ennyire egyszerű, erre vannak szakosodott cégek. Azért vannak erre szakosodott cégek, mert a palának a bontása az egy egész speciális kategóriába tartozik. Volt szerencsénk egy olyan épületen dolgozni 2 évvel ezelőtt, ahol szintén palatetőt kellett javítani. A mi részünk a szerkezetnek a javítása volt, nem pedig a palának a javítása. Bontást mindig érdemes erre szakosodott céggel vagy brigáddal végeztetni, mert hogy a bontás eredményeként megjelenő anyagot el kell szállítatni. A pala igen veszélyes hulladék kategóriába tartozik, nem tudjuk letenni, nem tudjuk eldugni, nem tudjuk bedugni a garázs mögé, illetve be tudjuk dugni a garázs mögé, de egyszer azt el kell szállítatnunk. A pala a veszélyes hulladék kategóriába tartozik, ami azt jelenti, hogy speciális autó, speciális útvonal engedéllyel érkező autó érkezik azt felvenni, illetve azt az erre szakosodott telephelyre elszállítani. Ennek költsége van. Visszacsatolnék még egy pillanatra a bontásra, mert vannak olyan méretű épületek, amelyekre nem érdemes brigádot hívni, egész pontosan azért, mert gazdasági épületről van szó, illetve azért, mert olyan mennyiségű pala bontódik csak le, amivel az ember lakossági felhasználó, vagy pedig lakossági hulladék gyűjtőként is el tud számolni az erre jogosult telephelyeken. Lakossági bontóként, amennyiben lebontunk egy disznólat, vagy lebontunk egy garást, egy gépkocsi beállott, bármilyen kicsi épületünket, amely ott áll 50 éve és nem származik belőle akkora mennyiség, hogy érdemes rá brigádot hívni, a helyi önkormányzatnál érdeklődjünk, mert legjobb tudásom szerint vagy kialakuló félben van, vagy már kialakult az a rendszer, hogy magánszemélyként is bizonyos mennyiség, apró kicsi tétel, kis mennyiség leadható, költségmentesen. Érdemes a helyi önkormányzatnál érdeklődni, hogy erre milyen megoldások vannak, mert tudomásom szerint erre van lehetőség, és mindez költségmentes, vagy pedig valamilyen minimális költséggel valósítható meg. Értelemszerűen nem arról van szó, hogy egy 200 négyzetméteres tetőcseréből származó pala hulladékot próbálunk meg elsütni, mint disznóból származó építési hulladék, az nem fog működni, arra igenis brigádot, és erre szakosodott céget érdemes hívni.
Rengeteg alternatíva van arra, hogy palás tetőt tudjunk javítani. Van, aki belécezteti és cserepes lemezt tesz rá, vagy Lindab lemezt, aki jobban ismeri, bár nem csak a Lindab forgalmaz cserepes lemezeket, hanem egyéb más gyártónak is kiváló lemezei vannak. Szóval cserepes lemezzel fedhető, ezáltal a beázások elkerülhetők. A másik megoldás lehet a bitumenes lemez, amikor is az egész palát a takarítást követően egy egybefüggő lemezzel borítják le, ezáltal létrehozva a teljesen vízzárt tetőfelületet. Ahogy mondtam, ez elérhető különböző színekben, illetve cserépmintás nyomatot is lehet vásárolni. Tudom, hogy vannak vélemények, pro és kontra, melyik a jó, melyik a nem jó, cserepes lemez nem jó, a cserepes lemez jó, bitumenes lemez nem jó, a bitumenes lemez jó, cseréljünk komplett héjzatot, vagy cseréljünk le mindent, és tegyünk fel cserepet. A probléma az, hogy minden család, minden megrendelő, minden projekt más költségvetésből dolgozik. Ez mind-mind más áron érhető el. Nyilván az elsődleges cél az, hogy a beázást megszüntessük a lehető legkevesebb költségből, ami egyébként bármelyik lehet ezek közül, szemben állítva egy komplett tetőcserével, vagy egy komplett héjazatcserével. A javítás kapcsán még annyit, hogy amennyiben nincsen lehetőség arra, hogy komplett héjazatcserét hajtsunk végre a házunkon, érdemes az eltört palákat kicseréltetni. Cseréltessük ki olyan brigáddal, aki erre szakosodott. Mi nem vállalunk palajavítást, egész pontosan azért, mert nincsen ebben olyan jellegű tapasztalatunk, annyi óraszámunk, hogy ezt könnyedén meg tudnánk valósítani, illetve nincsen meg hozzá az a létrára emlékeztető állványrendszerünk sem, ami lehetővé teszi a tetőfelületén a mozgást. Tudni kell azt, hogy a pala anyagából adódóan nagyon könnyen repet, ha az ember rá nagyobb súlya 80-100 kilóval, 70-80-100 kilóval akár össze fog törni darabokra, így a javítás körüli munkavégzés eredményeként valószínűleg meg fog jelenni még x darab törött pala, amit szintén ki kell cserélni. Általában ezért az erre szakosodott cégek mindig létrával borítják le a tetőnek azt a felületét, ahol is a munkavégzés történik, pontosan azért, hogy a teher az osztott legyen, ne pedig egy adott ponton nyomják szét, vagy törjék szét a még egészséges felületet. Ennek értelmében akkor mondom még egyszer, a javítás is lehet alternatíva, mindenképpen erre szakosodott céget kell keresnünk, hogyha az egyéb héjazat felhelyezése, vagy pedig a komplett tetőszerkezetnek a javítása, vagy cseréje a költségvetésben nem fér bele. A leadás roppant egyszerűen valósul meg, feltételezzük, hogy leszették a palát a tetőről, lekerült a pala azáltal a brigád által a tetőről, aki erre jogosult, a pala azokban a konténerekben van, várja az elszállítás pillanatát, amely konténereket a pala elszállítására szerződött cég hozott ki a munka megkezdése előtt. Itt tudni kell, hogy ezek az autók veszélyes hulladék jelzéssel vannak ellátva, és ha jól tudom, akkor a veszélyes hulladék kategória miatt az anyag mozgatása az bejelentés köteles. Könnyebb oldala a dolognak viszont annyi, hogy ennek a dokumentálását, az anyag mozgatását és a kezelését végző cég magára vállalja. A leadás kapcsán még felmerülhet az, hogy mindez mennyibe kerül. Az általános elszállítási kilogramm, bár ez vállaló cégtől függően változhat, általában 65 és 75 forint közötti áron valósul meg. Ez azt jelenti, hogy bruttó 90-100 forintra tenném az elszállított palának a megsemmisítését vagy a kezelésének a díját. Nem tudom, milyen módon semmisítik meg, vagy hogy mit tesznek vele. A lényeg az, hogy a kilós díj, amelyet számol a cég, a kezelő cég erre, az általában bruttó 80-90 forintra tehető. Az sem kizárt, hogy valaki 100 forintért viszi el. Változnak egyébként a felületi négyzetméterek. A mi tapasztalataink alapján 22 kg-ra jött ki egy négyzetméter pala, viszont láttam már, ahol 6 kilóra becsülték, volt, ahol 8-ra, és volt, ahol 12 kg-ot írtak le egy négyzetméter palához. A lényeg az, hogy általában nem négyzetméter alapján történik a felmérés, illetve a számla kiállítása sem, hanem az összbegyűjtött palát elviszik egy mérőközpontba, ahol is ezt megmérik, és a mért eredmény alapján állítja ki a kezelő cég a számlát. A mi tapasztalataink a következőképpen voltak, 22-20-22 kilóval érdemes számolni szerintünk négyzetméterenként, ezt érdemes szorozni az említett 80-90-100 forinttal. Van egy hozzávetőlegesen 80 ezer forintos kiszállási díj, amikor is a konténereket kihozzák, és van még egy ugyanilyen költségű elszállítási díj. Ebből a kettő tényezőből a szállítás a kilogrammból tevődik össze a palának az eltüntetése, a palának a megsemmisítési költsége. Ezek azok a számok, amelyeket irányelvként vagy irányadó értékként megadunk azoknak az ügyfeleknek, akik tetőcserével keresnek meg minket, és az épületen pala található. Ott mindig elmondjuk mindenkinek azt, kell keresni egy ilyen céget, a palát le kell szedetni velük, a palát el kell szállítatni velük, és ezt követően, hogyha megvan az igazolás, ami tanúsítja azt, hogy a pala jó helyre került, nem pedig beöntöttük a Dunába,
onnantól kezdve tudjuk mi átvenni a terepet és bontani vagy alakítani a háznak a szerkezetét. Az előbbi kettő költség mellé még egy tényező bejön, a palának a bontási díja. Általában javasoljuk, hogy bízzák meg azt a céget, aki a pala elszállításával foglalkozik, nekik van bontóbrigádjuk, ez még egy extra tényező, ez még egy extra költségként megjelenhet az előbbi említett pala kilogram, illetve a szállítási költség mellett. Konkrét épület esetén tényleg felkeresni egy céget, ajánlatokat kérni, tudomásom szerint kijönnek, megnézik, átbeszélik, valóban együttműködő cégekről van szó, legalábbis azok, amelyekkel mi dolgoztunk. Elérkeztünk az utolsó tételhez, a beépítés szó alatt annyit értettem, hogy rengeteg olyan épületet próbálnak eladni úgy, hogy beépíthető tetőtérrel rendelkezik, amely valójában rengeteg akadályba ütközik e téren. Voltam egy eladó háznál nem olyan régen, ahol az ingatlanos ember azzal állt elő, hogy van egy komplett beépítési terv, és milyen jól működik, és itt már tényleg semmit nem kell tenni, csak a falakat felhúzni a rajz által megjelölt pontokon, és a tetőtér a további 100 négyzetméter kiválóan használható, problémamentesen. Felnéztem a padlásra, mert az épületet nem néztem meg kívülről, amikor beléptem. Síkpala volt a héjazat. Valószínűleg az ingatlanos maga sem tudta azt, hogy a beépítésnek az egyik alapfeltétele a pára áteresztő fólia megléte. Hiszen rétegrend szinten, hogyha egy picit gondolkodunk ezen, a tarufa sík kell, hogy kapjon egy pára áteresztő fóliát, amire is mennek az ellenlécek, a cserépléc és a héjazat. Ez a fólia gátolja meg azt, hogy a szarufa közti szigetelés, amelyek a beépített területnek a hőtartását biztosítják, ne ázon el, ne párásodjon be, mert hogyha a szigetelés nedvességet kap, klasszikus kőzetgyapot vagy üveggyapotról beszélek, akkor bizony elveszti ez irányú tulajdonságának javarészét. Na most, ahhoz, hogy mi egy tetőteret be tudjunk építeni, ez csak egy rövid kitérő, muszáj a külső síkot fóliázni. A külső sík fóliázása az úgy valósulhat meg, hogyha ráteszünk a fóliát, teszünk egy ellenlécet, teszünk cseréplécet, és a végén pedig visszapakoljuk rá szerencsés esetben azt a cserepet, ami a háztetőn volt. Viszont palánál ez egy lényegesen nehezebben járható, hiszen nagyon nehezen lehet ezt úgy leszedni és kezelni, hogy az ne törjön és ne legyen abból probléma az előbb említett belélegzés kapcsán. Szóval minden palatetős beépítés előtt jól gondoljuk meg azt, hogy valóban akarunk-e palatetős födémeket beépíteni, illetve hogyha akarunk, akkor muszáj lesz kalkulálnunk az említett lehetőségek valamelyikével. Összegezném pár szóban a dolgot, beszéltünk a síkpaláról, hullámpaláról, hogy veszélyes hulladéke igen, de ha nem bántjuk, akkor valójában sok gondot nem okozhat. A bontást is átvettük, nem szabad törni a palát, érdemes nem ledobálni, hanem szépen leadogatni. Javítási lehetőségeink bitumenes lemez, esetlegesen cserepes lemez, vagy pedig csak a sima palajavítás. A leadást is összefoglaltuk pár szóban, mennyibe kerülhet egy kiló, hány kiló egy négyzetméter, illetve még számolnunk kell a brigáddal, az erre jogosult brigád munkadíjával a bontás kapcsán, a végén pedig a beépítést vizsgáltuk meg. A mai napra egyelőre ennyi jutott. Ha bármilyen kérdés van a témával kapcsolatban, vagy bármilyen hozzászólást szeretnétek fűzni, itt lent a megszokott módon azt megtehetitek. Ha tetszett, akkor nyomhattok egy lájkot, illetve még mindig fel tudtok iratkozni a csatornára, a megszokott módon a piros gombra kattintva. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!